A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendégei Barka Emese, Európa bajnok, kétszeres VB bronzérmes birkózó, ugye az egyik VB bronzérmét nem is olyan régen a nem olimpiai súlycsoportok világbajnokságán szerezte, illetve edzője Diletta Ritter Giampiccolo. Giampiccolo. Mert ugye hát olasz vagy. Igen. De hát már itt élsz már jó pár éve Magyarországon. Már 12 éves pontosan. Olimpia utána jöttem ide. Ha már itt tartasz, mióta vagy edzője Emesének? Hú, elején volt, amikor válogató edző, már 2006-2007-ben voltam válogató edző, pont voltam az Emese edzője, és ott volt az első, neki 17 éves volt, már ott már junior korosztály, már felnőtt szerezte az első VB bronz, és utána már 6,5 éves visszatértem az Emese. 6,5 éve, most már így egyfolytában ő az edződ? Igen. És milyen? Nagyon jó. Igen. És szerintem nagyon jól tudunk együtt dolgozni. De hogyha haragszol rá, akkor direkt olyan magyar szavakat használsz, amit ő nem ért meg? Nem. Hát, van ilyen. Olyan még? Nem, már egyre. A csúnya szó azért sajnos könnyebb. Ott már mindent ért. Mindent érte? Igen. De különben nagyon jól szót értünk. Tehát, ha esetleg van olyan szó, amit nem ismerne, akkor is attól függetlenül is nagyon jól szót értünk. Értem. Tehát, ha keményen meghajt, akkor is csendben magadban. Igen. Keményen meghajt? Kemény edző egyébként? Igen. Nagyon szigorú. Szigorúbbak, mint a férfiak? Hát... Egy, mert ugye volt férfi edződ is. Igen. Ki a jobb? Egy női birkózónak. Hát egyértelműen a nő. Ráadásul ezt így azért is tudom mondani, mert a saját testemen tapasztaltam, hogy sokkal jobb. Mivel jobbak? Mi a különbség? Inkább így kérdezem. Hát én az érzésem, hogy sokkal jobban át tudja érezni az én érzésvilágomat, meg minden, és ezáltal sokkal jobban tud kezelni engem mind edzésen kívül, akármilyen probléma adódik, és sokkal jobban meg tudjuk beszélni, meg sokkal jobban látja, hogy mire van szükségem, vagy éppen mire nincs. És ezért. Hát igen. Diletta, igaz az, hogy barátnők vagytok? Itt barátnők vagytok? Hát is. És az jó, egészséges? Hát az szerintem nagyon jó. Nagyon jó? Szerintem jó, hát nagyon fontos az empatia. Én birkozom voltam, én is olimpionikus voltam, azért én is azért egész életecsekest csináltam, és igaziból mindig éreztem, hogy amikor birkoztam, hogy az empatia, a fiú edző nem tudta enged adni. És nekem mindig valahonnan jányoztak ezt. Hát nem tudtam kezdeni, mikor isztizel, nem tudta kezdeni, hogy Tehát a női dolgokat egy nő sokkal jobban tudja kezelni, mint hát egy igen. férfi. És, hát, ez fontos lehet. Ez nagyon fontos. Hát, én birkoztam is. Hát egyébként az pontosan az új súlycsoport. Szóval azért sok mindent én lehet tudok érteni. 60 kilogramban. Hát én 55-60 pontos igen. ebben a kiló játszottam. A folyasztal tudok érteni, milyen kedve, mi kívánja, mi nem kívánja. Szóval azért plusz egy világ. Jobban megérted, és épp ezért jobban is tudod, hogy mi lehet a megoldás a felmerülő problémára, mint egy jó szándékú férfi edző, de az mégiscsak férfi, és ezért... Jó, most egy kicsit menjünk még vissza a szőnyegre, jó? Mert most volt nemrég ez a világbajnokság itt Budapesten. Ugye 60 kg-ban harmadik lettél. Egyes hírek szerint meg is nyerhetted volna. Igen. Hát így utólag persze örülök a bronzéremnek, de így visszagondolva... Mi történt az elődöntőben? Hát magam sem tudom. Akkor az edző tudni fogja, ugye? Mert ő is hölgy, akkor tudni fogja, hát, hogy igazából
egész jól kontrolláltam a meccset az első menetben, és a második menetben megálltam, és onnantól kezdve már nem tudtam visszavenni az irányítást. Miért álltál meg? Nem tudom még, azt nem tudom. Mennyire bosszant ez a vereség? Mennyire van benned? Nagyon. Nagyon, mert én úgy készültem, hogy, és az volt a célom, hogy mindenkinél jobb legyek, és szerettem volna ezt az egy közönség előtt megmutatni, hogy képes vagyok rá, de sajnos nem sikerült. Ilyenkor egy női edző mit csinál? Leszidja a versenyzőjét, vagy pont ellenkezőleg inkább babusgatja? Hát attól függ a szituáción. Ebben a szituáción nem tudtam semmi mondani. Hát én láttam, hogy mennyire fájdult az egészet. Nekem is olyan fáj volt. Szóval akkor együtt azért mérges voltunk, és nagyon fáj. Nem tudom mondani más ezt a fáj, ami... És amikor ilyenkor csak egymásra néztek, nem is mondtok semmit? Ne, néztünk a szemek egymásra, és utána akkor megpróbálok, hogy mondani, na, várjunk, és utána biztos jó lesz, és utána... Mert mindjárt van a másik meccs. Igen. Szóval azért nem a női, szerinte állap a női, azért tudjanak azért sírni. Tubi idői valami rossz szituáción, szóval mindig kell megpróbálni most, zárjunk ezt azonnal, zárjunk ezt, és lépjünk tovább. Hogy tudtad lezárni ilyen gyorsan? Mert lépni kellett tovább? Igen, hát nagyon reménykedtem benne, hogy ez a kínai lány bemegy a döntőbe, végül így is lett, és onnantól kezdve új versenyként fogtam fel az egészet, tehát már nem gondoltam arra, hogy mit rontottam el, illetve hogy mi volt? Mit kellett volna másképp csinálni, hanem örültem, hogy kaptam egy lehetőséget, még egy lehetőséget azon a versenyen, és arra gondoltam, hogy most ezt mindenképp ki kell használnom. Jó versenyző típus? Mert ugye, mikor néhány sportol ilyen helyzetbe kerül, hogy még javíthatok ugyan, de megkezd remegni az utolsó lehetőségem, és pont emiatt nem tud jól birkózni például. Emese jó versenyző típus? Hát ő nagyon jó versenyző típus, de még mindig sajnos én tudom, ha visszatérünk a kvalifikáción, attól függ, hogy milyen szint a lelki. Szóval ő a jó lelki, a jó mentálisan, akkor ő normális az utolsó 10 másodperc nyeri a meccs. Ha nem jó, akkor az utolsó 10 másodperc tud kikapni. Hát tessék úgy csinálni, hogy jó legyen mindig. Hát jó, nem tudunk sajnos. Nem? Dolgozni. Nehéz? Sajnos, azért az hát évek nem. Óta szenvedjünk ebbe. Pedig hát... Vannak problémák, és az sajnos elég ilyen lelkizős, meg lelkis típus vagyok. Ezt nem lehet kinőni? Hát próbálom, de elég nehéz, és az a gond vele, hogy ez nagyon kihatással van, mind a szőnyegbéli teljesítményemre, mind az egészségemre, és minden másra is. Ezt így elég nehéz, mert így valahogy stabilizálni kéne, meg megoldani a helyzetet, csak hát... Hát jó lenne, mert mindjárt itt a Tokió Olimpia gyeri, új az Oleuszot. De az MSN nagyon látszódik például pont a kvalifikáción előtt, hogy visszatérjünk rá például 2015 Európa bajnok lett, még nyerte Golden Gap, és utána vissza kell menni a válogató, vagy jó, szóval igen, a válogató, a központi felkészülés. És nem felértsünk, én nem jobb vagyok, mint senkinek, csak kicsi más vagyok, és jobban tudom kezelni az MS-et. Nem csak az MS amúgy, akivel dolgozó, valahonnan jobban tudom kezelni. És utána akkor, mikor nem volt velem, akkor nagyon-nagyon-nagyon nem tudom mondani, nagyon nem volt jó. Teljesen 4 hónap beteg volt, folyamatosan 4 hónap keresztül. De miért beteg? Nem lehettél vele? Hát a Sastinnal is ott lehetett az ő párja, az ő edzője, tehát akkor most miért nem lehet te is hát ott vele mellette? Nem, teljesen más forma, mert én teljesen más módszert tartom az edzésre. Én ezt értem, de egyénileg nem lehet akkor, hogy valamit esetleg? Tehát meg kell állni a sorba neki is, úgy kell, mint a többieknek, tehát egy ilyen... Hát amikor pont mi kaptunk ezt az engedélyt, hogy mentünk, mi volt 2015? 2015 év elején kaptunk egy lehetőséget, hogy készüljünk egyénileg,
És hát én úgy érzem, hogy annak meg is lett az eredménye, mert a 2015 éve, 5-ös évem viszonylag jól sikerült. Jó, hát végül is, ez kitől függ egyébként, hogy megkapjátok 2017-re? Hát az vezetőség azért. De kitől? Kapitánytól, szövetségkapitánytól, vagy feljebb? Hát mi sem tudunk. Hát a szövetség vezetőségétől. Azt hiszem, ők az illetékesek ebben. Szeretnétek egy ilyet egyébként? Persze, hogy ne. Évek óta. Évek óta csak én nem kértünk semmi más, csak hogy tudunk dolgozni együtt. Igaziból, mert mindig ez van, hogy ezt a hullám. Amúgy a most meglévő felnőtt válogatottból MS-ét vinnél magad? Tehát ő vele dolgoznál, tehát ő lenne most csak, akit úgy kiragadnál, ugye? Hát nem csak ő, vannak egy pára, de mondjuk a fő persze az MS-e mindenféleképpen. Hát évek, mondom, évek óta ez megy, ez a játék, hogy mondom. És ez a baj, tényleg nem tud a maximum hozni. MS-en tudtam szerintem szerezni egy olimpiaérem. Mert tényleg annyira jó forma volt, tehát tényleg voltunk Japánban 3 hét, utána ment Ukrajnába, utána volt tényleg egyedül teljesen azért, vagy kettesbe, de és tényleg nagyon jó forma megérkezés utána, akkor egyszer csak, hogy neki kell csinálni ugyanaz módszer, mint a másik, és nem jó, nem teszik jó neki, nem tudom, ők különleges, de sok különleges amúgy vannak, és nem mindenki teszi ugyanaz. Van valaki, aki nagyon jó, mondjuk, persze. Ez a közös, hogy mondjuk, de valami szerinte nem. Szóval akkor szerinte kell találni megoldás, hogy ő tud tényleg lenni bajnok, ami szerintem. Igen, nekem is, különben nekem is az érzésem, hogy nem csak most a VB-n, hanem úgy egyébként is az az érzésem, hogy tudok jobb lenni, tudok még fejlődni. És ezért is érzem kicsit csalódásnak ezt a bronzérmet, mert úgy éreztem, hogy több van bennem. Még annak ellenére is, hogy az utolsó hetekben most a világbajnokság előtt folyamatosan beteg voltam és sérült. Tehát én nem is tudtam rendesen felkészülni, meg nem is tudtam azt a munkát követni, amit még nyáron elkezdtem. Nem tudtam befejezni azt a felkészülést, amit a klubban az edzőmmel elkezdtünk. Igazad van, de akár úgy is lehet nézni, hogy akkor megint visszatértél a jó útra, és csak meg az út elején jársz. De már az úton vagy, jó úton vagy. Így is lehet nézni ezt a VB bronzérmet, nem? Persze, nyilván ez mutatja, hogy visszatértem a jó úthoz. Csak tényleg azt gondoltam, hogy azért, hogy még több van bennem. Ha majd 2017-ben. Hát bízom benne, hogy jól alakulnak a dolgok. Most 2020 még odébb van? Tehát még van idő. Jó, van idő. Nem? Elérni azt az állapotot, amit te úgy érzed, hogy magadban, benned van. Szoktatok egyébként birkózni egymással? Á, most már nem. Hát elején igen. Elején nagyon. Nagyon. Igen, elején jó volt, nagyon jó volt. És mi történt? Hát én 43 éves vagyok. Még fiatal, akkor még mi a probléma? Még versenyezhetnél is. És azért néz most az MS-e bírni. Egyszer volt, nagyon erős. És olyan ritmus. Egyszer volt a utoljára, amikor szerintem edzettünk egyet, nagyon gondoltam, most már csak bírom, és utána szerintem mentem haza. Annyira pörögtő, hogy utána nyitottam, és utána rosszul lettem, nagyon, mert túl akartam. Nem látszik pedig rá, mert azt látja, egy csinos fiatal hölgy, aki mehetne modellkedni inkább, nem, és akkor nagyon, tényleg ilyen? Nagyon. Jól titkolod. De már az ellenfelek tudják azért, nem, hogy mit tudsz. Tehát számítanak erre, ugye? Persze, nyilván már eléggé ismerik egymást, évek óta együtt versenyzünk, és mindenki tudja, hogy kitől mire számíthat, szóval tudják. Milyen volt 2016? Jó volt? Hú, 2016. Na, hát mondom, az MS-em, hát az elején azért nagyon nagy keserű, hogy nem kapta a kvalifikáció, nekem nagyon fájdalom, sírás, fájdalom, mindent, azért volt egy legkeserű. A másik oldal, ami kapta nagyon jó, ez a válogató. Én vagyok a szakvezetői a válogató, a ifi válogató nő, és ott ez a szenzáció. Hát ott kaptunk az 5 érem, még nem tudom hány a 5. helyre, mi voltunk a negyedik, hát a csapat, a negyedik voltunk a Európa, a legjobb csapat, ami soha az eredeti pont. Szempont nagyon jó, hogy mondom, mert dicsérő magammal dolgoztam az ifi csályok. És
És tényleg ott nagyon jó. És most maradsz is akkor ott? Hát, mert jól tudom, pályáztál te is. Hát igen, pályáztam én is. Ezért kérdezem, hogy most az akkor... A pályázért ez egy elég érdekes dolog volt, mert igaziból ketten pályáztunk. Szóval azért pályáztam, de tudtam volna, hogy nem fogom nyerni, csak pályáztam, hogy legalább... Pályáztad a női, illetve a szabadfogású. Igen. Ugye az most már egy ember irányítja hát az új. Így van, pontosan. Uh-huh. Az igen, és akkor én gondoltam, azért pályázom, hogy legalább kapjana valami ötlet. Mert szerintem azért csak olasz vagyok, azért csak birkozó nő vagyok, uh-huh. azért csak nő vagyok, és azért nem mondom, hogy... És a fiúkkal mit kezdenél? Hát én tartom edzés a fiú is. Uh-huh. Vida Csóba, Szél Balázs, azért tartom reggeli szempont, tartom a fiú, uh-huh. de én nem akartam igaziból a szövetségi kapitán lenni a uh-huh. fiú, nem erre van szó. El akartam mutatni, hogy nem mert nő vagyok, azért kevese vagyok. Uh-huh. Senkinek. Értem, a szakmailag szerintem azért elég jó vagyok. Szóval azért tudjanak hallgatni engem is. Persze. Nem kell lenézni engem, mert... Mert úgy érzed, hogy téged lenéznek? Persze. Ki? Hát, ja. Nem hiszem én azt el. Hát, ja. Neked igazából azt kellene elérni, hogy akkor tényleg az MS-ével. Hát bármi eredménye. Ketten, és akkor majd utána hagyni egy évet. Ugye abban van egy EB, van egy VB. És akkor ugye majd az eredmények majd beszélnek. Hát már 5 érem van velem jó. az MS-en, meg uh-huh. 9 az ifi válogató. Uh-huh. Jó, értelek, 9, csak de ugye... azért nem számít az semmit uh-huh. azért, hogy látom. És akkor most maradsz akkor az ifiknél? Hát valószínűleg nem. Nem? Hát 90% nem. Akkor csak a klubba vagy? Hát csak a klubba, Csepeli gondolom. Tovább folytatom, de szerintem egy nem. Egy klubedző? Mint ő iszakág? Hát szerintem, igen, én klubedző vagyok Csepelen. És ott? Te is foglalkozó fiúkkal is, vagy csak lányokkal? Hát ott a fiú is. Melyik korosztálya? Hát junior. 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 És hogy fogadták, hogy fogadják a fiúk? Hát teljesen jó. Uh-huh. Teljesen jó. Kemény vagy velük? Mert velük tudod ők, hogy milyenek. Hát igen, kicsit keménynek kell lenni, de más amúgy, teljesen más. Ő szerintem hallgatta engem. Most egy kicsi más a stílusom, mint amit szokta, de azért uh-huh. engem hallgatnák. Uh-huh. Azért én is hallgatom őket, ez a másik, ami szerintem van különleges, azért uh-huh. én hallgatom őket, és utána minden megpróbálom találni együtt egy megoldás. Azért nem diktatúriális igen, vagyok. Igen. De ez jó, de amit mondasz, ez jó a fiúknál egy bizonyos korig. Bizonyos kor felett már nem. Én, mint férfi ember gondolom persze, így. Persze, biztos. Hogy kész érett felnőtt férfiak már ők mások, ők pont. Hát más, biztos más. Ők már nem igénylik ezt, ők más fából vagyunk faragva, mint a lányok. Ugye? Így van. De azért erősek vagytok és ügyesek ti is. Birkózása az mennyire hasonlít a te egykori birkózásodra? Vagy nem is akarod, hogy hasonlítson? Hát. Más volt az egészet. Én mondjuk egész életen küzdöttem, mert tudom, amikor én birkoztam, meg nem volt olimpia, utána azért sikerült, hogy uh-huh. legyen olimpia. Szóval én voltam az első lány, amint Kubába egyedül birkozni. Szóval tényleg mindenre küzdöttünk, uh-huh. az én generáció, minden igen. küzdöttünk, hogy tényleg, hogy legyen ugyanaz, mint a fiú, végig, hogy ezen az úton. Uh-huh. Hát akkor nagy küzdő vagy, akkor meg hozzászoktál hát, neked mindenért. Na, most már azért technikásabb, ez biztos. De mondjuk az én ellenfelem, én mindig azért olimpia ére mindenki. Azért legyen a Yoshida, legyen a mindenki ott van még. Szóval azért elég jó, aki volt, azért mindig elég jó, csak én láttam az új generáción technikásabb vanna, mint nagyobb a választás, a technika. Kisebb kezdenek, mint mi. Igen. Szóval azért ez már kicsi gyorsabban, talán jobb. Ez a kettőtök kapcsolata meddig tarthat? Mennyi van benne? Te hogy érzed? Egy sikertelen VB után akkor, mert vannak rengeteg sportágat lehet mondani, hogy edző, versenyző, nagyon jó, meg voltak évekig, elképzelhetetlen volt a szakítás, aztán jött egy kudarcos év, és akkor hirtelen minden szétment. Ja. Nem, hát igazából, mert... Ezt te érzed, hogy mennyire erős ez a kapcsolat? Már 10 éve ismerjük egymást a Dilivel, és
És az igaz, hogy a birkózás által ismertük meg egymást, de ezzel a 10 év alatt annyi mindent megéltünk, hogy már nem csak a birkózás az, ami összekapcsol minket. Tehát én nem hiszem azt, hogyha mondjuk nekem véget érne a birkózó pályafutásom, akkor nem, az azt jelenteni, hogy véget ér kapcsolatunk is. Csak mondjuk most úgy jönnek ki, nem lennének érmek hirtelen, stb. Máskor is volt, úgyhogy nem úgy jött ki, és mégis itt ülünk. Tehát ez egy erős kapcsolat. Hát, bármi történő ott lesz. Akkor tudom, hogy bátor dolog, de gondolom csalódott lennél nagyon, hogyha Tokió olimpián nem lenne ott a Barka Emese? Hát most is csalódtam bennem. Jó, ez már múlt, tudod, felejtsük el, nézzünk előre. Versenyzők szokták mondani, hogy ne nézzünk hátra. Előre a következő feladat, és akkor gyűrjük be, tehát benne, most már felejtsük. Ő benne van, biztos a Tokió benne van. Szerintem ez a fizikálikas biztos, mentálisan szerintem meg jobb lesz. Tehát az új olimpiai ciklusnak együtt vártok neki, és ez az elvárás maximális, hogy ott persze, kell lennie. Olimpia érem. Olimpia érem elnézést. Olimpia érem. Nem tudom túl nyerni, mert nem tudom ki lesz mondjon egy év múlva. A bronz és az arany között nagyon kicsi a különbség, igen, szinte de nincs neki is. Van lehetőség olimpia érem, ez biztos. Azért. Akkor ez szerint fogsz dolgozni. Tanulásiskola, minden befejeződött már? Nem, most éppen passzívan vagyok a TFM, úgyhogy az most így felfüggesztődött. Akkor most csak a? Most csak a sport. Akkor a fiúkkal is most annyi, akkor most mind lapát, és akkor nem foglalkozó fiúkkal, se csak edzés. Nem, most éppen pont van valaki. Na tessék. Például egy ilyen dolog azért bele tud szólni egy hölgynél, nem? Hogy edzés munkájában, nem? Hát mondjuk az MS-en nem kell beleszólni, azért ő szokta jönni hozzám, és utána akkor beszélünk róla. Hát megbeszélitek akkor ezt is? Persze, egyértelmű. Hát ez egy fontos része. Hát egy edző, aki nem ismer a család, az első pont, meg a szerelem, meg az a érzésen, azért igaziból se tud szerintem. Egy olasz nő nem is mondhat mást, ugye? Hogy lehet. Igen. Otthon igaz az, hogy olaszul beszéltek? Igen. Az Árpa kicsi lust azért, de igen. Ki tud jobban? Ő olaszul, vagy te magyarul? Hát ez jó kérdés, nem tudom. Most talán lehet, én kicsi jobban tudom magyarul, mert azért itt csak itt élek azért. Gyerekek? Mind a kettő. Ez mondjuk a magyar az első, és ő is kicsi lustak, mert sokszor én beszélek olaszul, és ő választanak magyarul. Szóval elég érdekes tanár. Azt hittem, hogy az, hogy olaszul mondod, és úgy csinálják, mint aki nem értik, és azért. Ne. Hát nem? Azért szoktam azért kicsit hangosítani. Fé, Eliza! És utána akkor olaszul beszél, és utána akkor jönnek is, anya, léci, és utána mindig magyarul. De igen? Igen, aranyosak mind a kettő. Jó is így egyébként? Így akartad, hogy magyarul válaszoljanak egyébként? Tehát mit erőltetsz te mind? Hát én olaszul szoktam erőlteni, de azért egyébként az iskola, magyar iskola, a óvodába, magyarul a család, magyar azért egyértelmű neki az első nyelv, ez a magyar. Igen. Emese olaszul? Nem tudok sajnos. Na. Egy pár szót. Direkta. Basta tudja. Basta nagyon tudja. Hát, ez a 6,5 év alatt már meg lehetett volna. Hát meg lehet, azért. Sajnos nem ezzel foglalkoztunk, pedig jobb lett volna, hogyha ezzel is foglalkozunk. Hát edzésem olaszul mondani csak a feladatokat, aztán, nem? Hát, nézd. Veszélyes lenne, hogy most erre menjen el az energia, ugye? Hogy hát most... igen, azért koncentrálni kell az edzés, azért nem lehet most. Azért. Lányok, mindjárt lejár a műsoridőnk. Mi lesz akkor most, meddig tart a pihenő, mikor kezditek a munkát? Hát igazából már elkezdtük, csak most éppen kicsit betegeskedek. Szokásos módon, úgyhogy most nem tudom, hogy mi a helyzet. Januárban? Hová kell bevonulni? Hát a Japán. Hát mindig mondom, Japán kell menni. Nincs már Japán vagy Amerika. Mindig erről. De még nincs meg a... De nem tudom, hogy mi tudom lesz. Még a programot. Hogy mit terveznek, vagy mire gondolnak. Még semmit nem tudsz? De valószínű, hát azért gondolom. Nehéz lesz, nem mindig. Majd együtt dolgoztak. Bízok benne. Az lenne a tökéletes, ugye neked? Igen, illetve hát, hogyha valamit engednének tényleg a központi felkészülésből, hogy a
hogy ez az egyénre szabott dolog, illetve edzéstervez működjön valahogy. Persze. Szerintem ennek semmi akadálya nem lesz, de én kívül elolvajom outsider, tehát én könnyen mondom, de szerintem minden megoldható, csak kommunikálni kell, beszélni kell. Én úgy látom, hogy néha ezt jelzik, hogy keveset beszélünk egymással. Ez biztos. Emese, hajrá! Tessék felkészülni, olimpiára érmet kell hozni. Számon fogjuk kérni, hogy mit mondtál, mi volt itt a kitűzés 2016 év végén. Hát egyelőre én mindig csak a következő célig tekintek előre, szóval azért nem szeretek annyira előre rohanni. Jó, nyilván okay. az a legnagyobb célom, eddig is az volt, de azért szeretek. Jó, csak kellene egy nagyon jelenben. Nagy motivációnak, ugye ez fontos. Hát ha nincs csak motiváció, ez akkor... csak ez jelenti, a család, nincs olimpiai érem, hát azért a táncban csak legyen. Egyszer csak egy olimpiai érem, olyan Jánis. Legyen meg. Köszönöm szépen, itt voltatok. Köszönjük szépen. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium